most pedig következzenek mai összeállításaink. Jóvá hagyta a 2012. év költségvetését városunk képviselőtestülete. Eldöntötték, hogy kik kapják a város kitüntetését, és több beszámolót is meghallgattak. Mint a polgármester elmondta, a bevételek elegendőek a működésre, a hitelek fizetésére és részben a fejlesztésekre is. Zárt ülésen döntöttek arról a képviselők, hogy ez évben Pápavárosért érdemérmet nem adnak senkinek. A város díszoklevelét Klaus Bloss, a Teutón lovagrend nagymestere, és Kocsis Tibor, Balázs Béla díjas operatőr, filmrendező kapja. Az elmúlt év végén beérkezett számlákkal módosították a 2011-es év költségvetését, majd rendeletben fogalmazták meg a saját bevételek és fizetési kötelezettségek nagyságát. Eszerint a törvényben meghatározott arány 30%-át sem éri el a hitelfelvétel nagysága. Az önkormányzati hitelfelvételnek van egy gátja, ez a gát az, hogy a saját bevételek 50%-ánál több nem lehet az éves fizetési kötelezettség. Szeretném a jelenlévőknek elmondani, hogy ez a saját bevétel 50%-a határozati javaslat szerint 2012-ben 930 millió forint, ezzel szemben az önkormányzat fizetési kötelezettsége, amit számításba kell venni, 308 millió 980 ezer forint, tehát lényegesen kevesebb, egyharmad annak a keretnek, amit elméletileg, még egyszer mondom, elméletileg adósság csökkentése, hitel visszafizetése lehetne költeni. A legnagyobb vitát a 2012-es költségvetés megtárgyalása váltotta ki. Mint elhangzott, ez a költségvetés szigorú gazdálkodást igényel, de működési hiány nem áll fenn. 11 milliárd 170 millió 578 ezer forint a kiadás, és ennyi a bevétel is. Tavaly évhez képest azért több helyen vannak átcsoportosítások már ebből a költségvetésbe. Az ülésen is fontosnak tartottam elmondani azt, hogy az önkormányzati intézmények vezetői konstruktívan álltak hozzá a takarékossági elvárásokhoz, és számos jó megoldással segítették azt, hogy a tavalyi évhez képest a működési kiadásokon jelentős összegeket spóroljunk úgy, hogy közben a feladatellátás színvonala ezt nem sínli meg. A Jobbik képviselője elmondta, nem tudja támogatni a költségvetést, mert nem látja a teljesülés lehetőségét. Gröber Attila az MSZP részéről azt hangsúlyozta, a bizonytalan hitelfelvétel miatt nehezen tartható az előirányzat. Következő megjegyzéseket szeretném tenni. Az egyik az az, hogy azok a fejlesztési célok, amelyek megfogalmazódnak ebben a költségvetésben, azok minden pápai számára rendkívül fontosak, minden pápai számára támogatandóak, és azt gondolom, hogy azt a vitát sem érdemes kinyitni, hogy azok értik meg jobban a város gondjait, akik pápán születtek, mert szerintem mindenki megérti a város gondjait, ha pápán született, ha nem pápán született. Úgyhogy azt gondolom, hogy a költségvetés ez az elmúlt években, és azt hiszem, hogy így volt, valóban jó szándéka van kikövezve, és azt gondolom, hogy aki ezt összeállítja, szándékai tekintve valóban nemes és fontos célokat követ. A másik megjegyzésem az, hogy természetesen egy ellenzéki képviselőtől nehezen lehet elvárni, hogy egy költségvetést támogasson. Már csak azért is, mert nem az ő joga összeállítani, ezért nyilván nem is ő viseli a felelősséget. Dr. Áldozó Tamás polgármester válaszában hangsúlyozta, az elmúlt években többször is vett fel hitelt a város, mely ezúttal is fejlesztéshez kell, nem a napi működésre. Pápai önkormányzat bevételei az önkormányzat intézményrendszer működését finanszírozzák. Pápai önkormányzat bevételei a hiteltörlesztésre fedezetet nyújtanak. A pápai önkormányzatnak a bevételei részben a fejlesztéseire is fedezetet nyújtanak. Az ötödik napirendi pontban szerény tiszteletdíjat szavaztak meg a településrészi önkormányzatok tagjainak, majd beszámolót hallgattak meg a Kékfestő Múzeum működéséről. 2011-ben vette át a város a múzeum fenntartását, melyet jó részt pályázatokból sikerült eddig megoldani. Beszámoltak az elmúlt évek tevékenységéről a városi bölcsödék vezetői is. A fenyveserdő, a napsugár és a Bóbita bölcsöde működéséhez az önkormányzat nem kér a szülőktől működési hozzájárulást,
és az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően több mint 200 család gyermekelhelyezési gondját tudják így megoldani. Ez évben a Kampeni és a Schwetzingeni partnervárosi kapcsolat is 20 éves évfordulóját ünnepli. Április végén testületi küldöttség utazik Kampenbe az ünnepségekre, szeptemberben pedig ide várjuk a schwetzingeni delegációt. A vegyes ügyek között Erős Bulcsú önálló indítványát tárgyalták, de mivel a közterületfelügyelet létszámának növelése jegyzői hatáskör, a testület nem támogatta az előterjesztést. Ökoiskola címre pályázik az Erkel, a Vörös és a Munkácsi iskola. A losonci magyar iskolát pedig 200 ezer forinttal támogatja az önkormányzat, hogy minél több magyar nemzetiségű tanuló tudjon beiratkozni. Az általános iskolai beiratkozások április 16-án és 17-én lesznek, az óvodai beiratkozások május 14-én és 15-én. Végül a képviselőknek kiosztották a város által megrendelt közvéleménykutatás dokumentációját. A közvéleménykutatásban a helyi polgárok véleményét kérdezték a város ügyeiről. A Dunántúli Református Egyházkerület 2012-ben ünnepli fennállásának 400. évfordulóját. A jubileumi év rendezvényeinek nyitó istentisztelete vasárnap délelőtt volt a pápai református templomban. A jeles eseményen ott volt dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, aki a jubileumi év védnöke is egyben. Méltóképpen kell emlékeznünk és hálát adnunk Istennek az eddig is megtapasztalt kegyelméért és gondviseléséért. E szavakkal köszöntötte Köntös László főjegyző a Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves fennállásáért hálát adó jubileumi év nyitó istentiszteletén résztvevő gyülekezetet a pápai református templomban. Az ünnepi gyülekezet tagja volt dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, aki elvállalta a jubileumi év fővédnökségét, valamint Százfalvi László államtitkár, dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, és dr. Dénes, a Sárospataki gyűjtemények igazgatója. A helyi gyülekezet mellett jelen voltak az egyházkerület közgyűlésének tagjai, esperesek, gondnokok, a kollégium intézményeinek vezetői és munkatársai, a teológia hallgatói és a gimnázium diákjai. Az alkalmon a pápai református kollégium kórusa is szolgált. Steinbach József püspök az emlékezés áldásairól szólt ige hirdetésében. Vannak veszélyei. Nevezetesen az, hogy a múlt könnyen megszépül azáltal, hogy múlt, hogy elmúlt. Könnyen érhet bennünket az a veszély, az a tévedés, hogy megszépítve az emlékeket, a múltat, mitológiát gyártunk, mitológiát hozunk létre. A másik veszélye pedig az az emlékezésnek, hogy a múltban elkövetett bűnökre hárítjuk a felelősséget, hogy a jelen tevékenységét valamilyen formában védjük vagy felmentsük. Vannak tehát az emlékezésnek veszélyei, de vannak óriási áldásai is. Az emlékezés egyik áldása az, ami szerintem itt most igazán hangsúlyos, hogy miközben emlékezünk, tudatosul bennünk, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy mik az értékeink, hogy mi az áldott örökségünk, hogy hol vannak a gyökereink. És ez ma, egy globalizált világban, nem is sorolom tovább, életmentő. Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, a pápai református templomban megkeresztelt, jelenleg is református gyülekezeti tagként köszöntötte az egyházkerületet. 400 év tekintélyt parancsolunk. Tekintélyt parancsolunk, mert szép és hosszú utat jártunk be. A három részre szakadt hazában, két pogány elleni szabadságharcon közepette, összeült körmendi zsinattól, melyben megalakult a Dunántúli Református Egyházkerület a mai ünnepi magaslatig, melyről visszatekintettünk erre a hatalmas és csodálatos időfolyamra,
lelkesítő győzelmeinkre és felrázó vereségeinkre. Szép, hosszú utat jártunk be, a felemelkedés, az egyetértés és az egyesülés útján. A házelnök beszédében kiemelte, hogy a demokráciát csak a kereszténység töltheti meg tartalommal. A pápai kollégium hármas jelmondatából Istennek, hazának, tudománynak bármelyikét elhagyjuk, vagy a sorrendet felcseréljük, akkor nem csak megszegényítjük, hanem tönkre is tesszük küldetésünket, elárulunk református keresztényünket. Haza és tudomány Isten nélkül bőg és pogányság. Isten és tudomány haza nélkül felfoghatatlan világpolgárság. Isten és haza tudomány nélkül pedig az igénytelenség csapdájába kerül. A 20. és hiszen a 21. századi Európa számára ezt Robert Schuman, egykori francia külügyminiszter, az Európai Egység egyik nagy útkelője így fogalmazta meg. A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Az üzenet, kedves barátaim, nem más, a demokrácia csupán a forma, a tartalom a kereszténység, a hívő, gondolkodó, hazáját szerető ember, és tartalom nélkül minden forma értékét veszti. Ezért ma, akárcsak közel fél évvel ezelőtt, arra van szükség, hogy egész Európának újra megnyíljon a szíve, és emberek százezrei ébredjenek el, hogy nem több pénzre, szebb pontuszra, nagyobb politikai súlyra és mindenkit legyőrő hatalomra van szükségük, hanem több evangéliumra, több Krisztusi életre. Dr. Kövér László beszédében kiemelte, hogy a közösség megtartó ereje a hit, mely nélkül elsorvad. A református egyház mindig a felemelkedés, az egyetértés és az egyesülés útján jár. Elismerés illeti tehát azért, amit nagy nemzeti ügyünkben a magyar nemzet újraegyesítéséért tett és tesz. Hiszen aki közösséget épít, az a magyar nemzetet erősíti. Na talán erre van a legjobb szükségünk. Bízni, erősödni, gyarapodni, újra szülni közösségeink szövetét, kiki a magáért. És hogyha így teszünk, annak eredménye nem lehet más, mint egy gyarapodó, önmagában bízó, tetrekész és büszke nemzet. A házelnök beszéde végén az országgyűlés nevében is köszöntötte a jubiláló egyházkerületet. Az Isten tisztelet zárásaként dr. Dénes Dénes, a Sárospataki Gyűjtemények igazgatója mutatta be a Torkos Jakab egyházlátogatása című forrás kiadványt, melyet a pápai református gyűjtemények szerkesztett és jelentetett meg. A Dunántúli Református Egyházkerület, mint maga a református egyház, a kereszténységgel egyidős, hangzott el az ünnepi Isten tiszteleten, de egyházjogilag a Körmendi zsinaton 1612. június 20-án jött létre az egyházkerület, melynek természetesen voltak előzményei. Mire a Mohácsi csata eldöntötte Magyarországnak, a történelmi Magyarországnak a sorsát, addigra már a reformáció gyökeret vert. Itt a 16. század legelején a Dunántúlon, különösen Dunántúlnak a déli részein. De például Sárvár környékén, 1541-ben már Szilveszter János kiadta az Új Szövetség fordítását Sárváron. Tehát azt lehet mondani, hogy spontán módon hihetetlen gyorsan elterjedt a reformáció. A 16. század legvégére Magyarország, a történelmi Magyarország összlakosságának 95%-a volt protestáns, luteránus vagy református, és valójában ez a spontaneitás kezdett el szervezetté válni a 17. század elején, aminek ugye az volt a kemény történelmi oka, hogy Pázmány Péterrel elkezdődött az ellenreformáció, vagy rekatolizáció, ahogyan mostanában szívesebben nevezik, és meg kellett szerveznie az új protestáns egyházoknak önmagukat, hogy védekezni tudjanak, védni tudják önmagukat. 400 éve a Körmendi zsinaton törvénybe foglalták és lerakták az egyházkerület alapjait, melyek lényegében mind a mai napig érvényesek. A dunántúli reformátusság az Adriától Árvaváráig terjedt, tehát a teljes Nyugat-Magyarország a mostaninak háromszorosa volt a dunántúli egyházkerületnek a területe, és az itt élő reformátusok, nyilván nem teljes számban, itt élő prédikátorok, itt élő világi hatalmasságok, akik védelmezői voltak a református egyháznak, összegyűltek ott Körmenden, és
kimondták azt, hogy akkor mostantól kezdve szervezetten egy, mi püspöknek mondjuk, most igazából még szuperintendenst mondtak, egy szuperintendensnek a vezetése alatt akarjuk érni az életünket, meghatároztak a saját törvényeiket, azokat a rendszabályokat, szabályokat, amelyek mentén szerveződtek a gyülekezetek, élték az életüket. Ez az istentisztelet volt a jubileumi évnyitánya, mely nagy ünnep az egyházkerületben. Számunkra mindenképpen azért, mert nem csak a múltba tekintés, hálások vagyunk az Isten megtartó kegyelméért, hanem azért, mert szeretnénk koncentráltan az Isten erejét kérni azokra a feladatokra, amelyek a modern társadalomban ránk várnak itt dunántúli reformátusokra. Tehát hálaadás és ugyanakkor reménység szerinti jövőbe tekintés, a feladatokra való koncentrálás, miközben örülünk annak, hogy sok-sok programon együtt lehetünk, tehát egyben a dunántúli reformátusok egy seregszemléje is. Különböző szinteken ünnepeljük, hogy így mondjam, lesznek egyházkerületi rendezvények, ez az első, ez a megnyitó istentisztelet, aztán június 20-án a generális konvent záró istentisztelete, az lesz a jubileumi háladó istentisztelet, aztán itt van a dunántúli református egyházi napok, az pedig június végén Székesfehérváron, és akkor lesz ősszel, októberben egy az ünnepévet záró istentisztelet lelkiészszenteléssel egybekötve. Azon kívül rengeteg sok egyházmegyei rendezvény van, mind a hat egyházmegyében, és megszámlálhatatlan gyülekezeti rendezvény. A rendezvényekről programfüzet is készült, mely a dunántúli református egyházkerület honlapján is megtalálható. A pápai rendőrkapitányság kiemelt feladatának tekinti a fiatalok, így a gyermekkorúak védelmét is. E feladatok keretében tavaly közel 100 prevenciós előadást tartottak mind az általános, mind a középiskolás fiatalok számára. Az Országos Balesetvédelmi Bizottság által útjára indított iskolarendőre program már nem ismeretlen a pápai és környékbeli oktatási intézmények előtt, hiszen a kapitányság illetékességi területéhez tartozó minden iskolának van iskolarendőre. Az iskolarendőrök elsősorban a gyermekeknek a közlekedési szabályokat közvetítik, illetve felhívják figyelmüket arra, hogy mennyire fontos a közlekedési szabályok betartása, de természetesen, hogyha az iskolában valami probléma adódik, például verekedés történik, vagy egy telefonlopás, pénzlopás, akkor az ifjúságvédelmi felelősök, pedagógusok, ha megkeresik az iskolarendőrt, ő azonnal kimegy a helyszínre, ha szükséges, megteszi a feljelentést, vagy a problémás gyerekekkel elbeszélget, tájékoztatja őket a tettei következményeiről. Az országos bűnmegelőzési programok közül kezd elterjedni az úgynevezett DADA program is, melyet eddig csak a Vörös Sándor általános iskolában vezettek be, idén azonban csatlakozott a Tarci Lajos általános iskola és a Nemes Görzsönyi általános iskola is. A DADA program az a dohányzás, alkohol, drog, éjc szavakból tevődik össze, de ez nem azt jelenti, hogy csak ezekről a dolgokról beszélünk a gyerekekkel, hanem ez egy biztonságra nevelő program, így többek között arról is beszélgetünk velük, hogy hogyan őrizhetik meg biztonságukat otthon, a közterületen, a közlekedésben, kik azok az idegenek, akikkel nem kell szóba állni az utcán, kinek az autójába ülhetnek be, kitől fogadhatnak el ajándékot, és kitől nem, és természetesen az alkohol, dohányzás káros hatásairól is beszélgetünk velük. Ez alsó tagozatosoknak és felső tagozatosoknak egyaránt szól ez a program, külön tantervet dolgoztak ki központilag az ő részükre, és két éven át oktatunk egy-egy osztályt. A kapitányság prevenciós tevékenysége ezzel azonban nem merül ki, hiszen az ifjúságvédelmi szakemberek, intézményvezetők, pedagógusok felkérésére eseti jelleggel is tartanak bűnmegelőzési előadásokat az iskolákban. A felvilágosító órák keretében a szakemberek a gyerekek nyelvén tisztázzák a bűncselekmény és szabálysértés közötti különbséget, felhívják a figyelmet a diákcsínyek következményeire, de szó esik az alkohol, a drog és a dohányzás veszélyeiről is.
Alsó tagozatban főként a közlekedési órák, a jellemzőek, illetve maga a DADA program közvetítése. A felső tagozatban főleg már a 7.-8. osztályban kérik a pedagógusok a fiatalkorúak, gyermekkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekményekről tartott előadásokat. Itt azt mondjuk el a gyerekeknek, hogy mi a diákcsíny, és mi a szabálysértés és a bűncselekmény közötti különbség. Ezzel sajnos sokszor nincsenek tisztában, és nagyon elcsodálkoznak, amikor tájékoztatjuk őket, hogyha megrongálják az iskolában a csapot, vagy összefirkálják a falat, azért akár felelősséggel is tartoznak, akár szabálysértési eljárás, vagy egy komoly verekedés esetén büntető eljárás is indítható. Természetesen 14 év alatti gyermeket nem lehet felelősségre vonni, de a 7-esek, 8-osok között azért már sok olyan diák van, aki betöltötte a 14. évét, tehát ő számíthat a felelősségre vonásra. De nem csak azt mondjuk el nekik, hogy mi a bűncselekmény, mi a szabálysértés, hanem azt is, hogy hogyan tudják ezeket megelőzni, tehát hogyan tudnak megtenni mindent azért, hogy ők ne váljanak bűncselekmény vagy szabálysértés áldozataivá, hiszen azért az iskolákban nagyon gyakori a mobiltelefonlopás, a pénzlopás, a verekedés, a súlyos és a könnyű testi sértés egyaránt megtalálható, így nagyon fontos, hogy ezekre felhívjuk a figyelmüket. Most már elég régóta működik ez a program. Milyen visszajelzések érkeznek a gyerekek részéről, milyen tendencia figyelhető meg e tekintetben, és mennyire aktívak ezeken az órákon? Én azt tapasztaltam, hogy a tavalyi évhez képest már most sokkal több felkérés érkezett az intézményektől, és a gyerekek pedig nagyon aktívan részt vesznek az órában, nagyon érdeklődők, természetesen nagyon sokszor csodálkoznak is, és azért felkelti a figyelmüket egy-egy előadás, és az a visszajelzés, hogy a pedagógusoknak is nagyon tetszik az óra, nagyon sokszor ők is tőlünk tudnak meg olyanokat, amivel eddig nem voltak tisztában. A prevenciós előadásokat azonban nem csak az általános, hanem a középiskolák is igényelhetik. A középiskolások részére még a tanév kezdetén egy levelet küldtünk, amelyben több témát is megadtunk, ezekből választhatnak az iskolák, ez idáig több intézmény élt is a felajánlásunkkal. 5 órát tartottunk a volt közgazdasági szakközépiskolában, itt a diákcsíny és a bűncselekmény közti különbségről, a fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekményekről és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségéről, kérték főként a prevenciós előadásokat, illetve 2 osztályban az internet veszélyeiről is beszélgettünk, de az internet veszélyeit a középiskolások mellett még az általános iskolások is kérték, például a tavalyi évben Lovászpatonán az egész felső tagozat számára tartottunk ebben a témában előadást. A pápai rendőrkapitányság tavaly közel 100 ilyen és ehhez hasonló előadást tartott az illetékességi területen. Az előadások rendkívül hasznosnak bizonyulnak, és egyre több intézmény igényli a bűnmegelőzési szakemberek előadásait. Közvéleménykutatást végeztek Pápán politikai véleményklíma és meghatározott helyi ügyek megítélése címmel. A felmérés eredményét a közelmúltban hozták nyilvánosságra. A közvéleménykutatás részletei a Pápama internetes újság oldalán érhetők el. Február 6-a és 15-e között történt Pápán a mintavétel. 570 véletlenszerűen kiválasztott pápait kérdeztek vezetékes telefonon. Helyi közügyekre vonatkozó felmérést 1998 óta az önkormányzat megrendelésére nem végeztek Pápán. Ezért is történt most a közvéleménykutatás. A helyi polgárokkal való kommunikációnak, a helyi polgárok véleményének a megismerésének számos módja van. A 4 szemközti beszélgetésektől, a fogadóóráktól, a kisközösségekkel való találkozásokig, de mi úgy gondoltuk, hogy ennek a megismerésnek a tudományos módszerét sem nélkülözhetjük, és ezért választottuk ezt az eszközt. A közvéleménykutató szakemberek által elvégzett felmérést a Strategopolis elnevezésű közvéleménykutató társaság végezte. Ő egyik annak a 6-8 magyarországi közvéleménykutatónak, amely különböző fórumokon rendszeresen publikálja a kutatási eredményeit, és egyik azoknak a cégeknek a többi mellett, amit gondolom
sokan fel tudnának sorolni, amelynek a kutatási jelentései mérvadónak számítanak a szakmában. Kíváncsiak voltunk néhány kérdéskör megítélésére, így például a folyamatban lévő beruházásaink, azoknak a helyi közösségen belül való támogatottsága, mennyire tekintik indokoltnak ezeket a pápaiak. Hallottak egyáltalán róla, aztán kíváncsiak voltunk arra, hogy a 10 éves várkertfürdőnek a szolgáltatásait hogyan ítélik meg a pápaiak, milyen arányba veszik igénybe. Kíváncsiak voltunk arra, hogy helyi közlekedési szokásokat hogyan fogja tudni bemutatni egy ilyen közvéleménykutatás. Kíváncsiak voltunk munkanélküliséggel kapcsolatos kérdésekre, válaszokra is. Továbbá természetesen része volt ennek a közvéleménykutatásnak olyan problémakatalógus, amit egyrészt mi ajánlottunk fel a polgároknak abból a szempontból, hogy állítsa fontossági sorrendbe az általunk megjelölt problémákat, másrészt pedig nekik is lehetőségük volt arra, hogy egy nyitott válaszként szabadon mondják el azt, hogy ők mit látnak a városban megoldandónak. Az eredmények értékelése folyamatban van, mondta dr. Áldozó Tamás polgármester. Hisz az látszik, hogy a nagy európai uniós projektjeink azok egészen nagy helyi közösségi támogatást élveznek. Ezek bőven 70% fölötti támogatások. Ugye a legnagyobb az Eszterházi kastély, az 90% fölötti. Jó tudni azt, hogy a megelőző évek munkája és a projektfejlesztés közben elért eredmények ilyen széles körben igazolódnak vissza. Ugye a közvéleménykutatók megkérdezték, hogy mennyire bíznak a város jövőjében a pápaiak, és az látszik, hogy a helyiek optimisták, ami egy gazdasági válság kellős közepén, akkor, amikor nagy a városképet meghatározó fejlesztések közepén járunk, másokat még csak kezdünk. Amikor ugye már hallunk jó híreket a munkaerőpiacról, de az igazi áttörés még talán egy picit várat magára, minden esetre feltétlenül értékelendő. Ugye a kutatás szerint 67% bízik, vagy teljes mértékben bízik a város jövőjében, és azt gondolom, hogy ez jó. Erre lehet építeni, lehet közös munkát végezni. A helyi közélet szereplőinek megítéléséről, illetve a politikai pártok helyi támogatottságáról szóló adatokkal kapcsolatban dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, a helyi közéleti szereplő akkor jár el helyesen, ha komolyan veszi az ilyen jellegű kutatást, és ennek eredményeit felhasználja további közéleti munkájában és kommunikációjában. Dr. Áldozó Tamás szerint ez járulhat hozzá ahhoz, hogy a helyi közéleti szereplők akár még közösen is kereshessék a megoldásokat. Lakner Zoltán politológus volt a vendége a Petőfi Asztal Társaság múlt heti összejövetelének. A politikai elemző előadásában azt hangsúlyozta, a magyar társadalmat bizonytalanság és biztonságvesztés jellemzi. Magyarország stabilitásra vágyik, és ennek megteremtésén kellene dolgozni, fogalmazott az előadó. Olyan bizonytalanság jellemzi a mai magyar társadalmat, ami körülbelül 20-25 éve volt tapasztalható hazánkban, fogalmazott Lakner Zoltán a Petőfi Asztal Társaság összejövetelén. A társadalmi viszonyok szoros összefüggésben állnak a politikával, a politikai elit megítélésével, tette hozzá a szakember. Azért nagyon érdekes, mert egyébként a jelenlegi kormányzatnak meg pont az volna a célja, a kimondott és deklarált célja, hogy stabilizáljon társadalmi pozíciókat, hogy középosztályt erősítsen, és ehelyett a társadalmi kutatások azok azt mutatják, hogy inkább a középosztálynak az alsó része az lecsúszással fenyegetett, nehezen tud megkapaszkodni, hogy valószínűleg növekedni fognak az egyenlőtlenségek, hogy a szegénységi mutatók növekednek, és szerintem ez egy nagyon nagy kérdés, nagyon sok szempontból, hogy ez a folyamat meg tud-e állni, és ki tud-e majd egy újfajta stabilitás alakulni, és ez egyébként meghatározza a másik részét is, ennek a kérdéskörnek a politika részét is, hogy ez döntően befolyásolni fogja majd a politikai elitnek és a mindenkori kormánynak, így a jelenleginek is a megítélését. A politológus szerint a kormánypárt ugyan sokat vesztett támogatottságából, de a politikai erőviszonyok oly mértékben megváltoztak Magyarországon, hogy a kormánypárt jelentős vesztesége nem jelenti automatikusan az ellenzék nyereségét. Minden korábbi alkalommal azt lehetett látni, hogyha a kormány oldalon nagy veszteség van, akkor ez valahol megjelenik az ellenzéki oldalon, és az a specialitás ennek a mostani kormányzati ciklusnak, hogy ez nincsen így, és miközben
látjuk a számokat, tehát ez nem kell nagy elemzői képesség, csak egymás mellé kell tenni a 2006-7-8-as számokat és a 2010-11-12-eseket, azt lehet látni, hogy tulajdonképpen a veszteség az ugyanakkor a kormány oldalon, mint akkor volt. És míg 4 évvel ezelőtt annak a ciklusnak a közepén egyértelműen lehetett látni, hogy az akkori kormánypárt veszteni fog, most a kormánypárt még mindig vezet ezzel az eredménnyel. Ráadásul ugye egy olyan választási rendszert fogadtak el, aminek sokféle jellemzője van, de például az is jellemzője, hogy nincsen benne részvételi küszöb, és hogyha mondjuk az a fajta apátia, vagy ennek valamilyen mértéke fönnmarad a következő választásig, mint ami most jellemző, akkor tulajdonképpen egy alacsony részvétel mellett a kormánypárt nagyon simán győzni is tud akár abban az esetben, hogyha az ellenzéki oldalon nem alakul ki valamiféle összefogás, vagy a választók nem döntenek úgy, hogy akkor most nem megosztják a voksaikat, hanem egy irányba kezdenek el húzni az ellenzéki oldal pártjai közül. A politikai szakember megjegyezte azt is, az utóbbi időben tapasztalható összefogási kísérlete kapcsán a legfontosabb, hogy a szereplők egyfelől tisztázzák saját identitásukat, másfelől pedig azt, hogy mit gondolnak az országról. Igazán reális dolog az minden ilyen összefogással kapcsolatosan, hogy először a szereplőknek talán a saját identitásukat kell kitalálni, hogy ők micsodák. Egyrészt, hogy ők most pártok, civilek, mozgalmak, vagy mifenék. Másfelől meg, hogy úgy mit gondolnak erről az országról. És szerintem talán abban van egy fázis késésben az ellenzék, hogy arról elég keveset beszélnek, és talán valóban ennek a folyamatnak az elején járnak, hogy hogyan is képzeli 2014 után az országot. Most bárki bármit is gondoljon, én is gondolok körülbelül bármit arról, hogy a jelenlegi kormány mit képvisel, de tény, hogy ott van valamilyen koherens kép arról, hogy ők hogyan gondolják Magyarországot, és miközben ennek van egy nagyon erőteljes kritikája, egy ezzel szemben megfogalmazott ajánlat szerintem még nem formálódott ki. Én úgy gondolom, hogy itt kezdődik bármiféle összefogás. Mert hogyha én tisztában vagyok a saját identitásommal, a saját karakteremmel, ennek megfelelő az önbizalma egy szervezetnek, akkor tud bárkivel leülni, tárgyalni, és hát akkor innentől kezdve meg nyilván ez a nulladik fázis, az első fázis, innentől kezdve pedig az, hogy megbeszélni azt, hogy egyáltalán milyen témákban, milyen ügyekben kellene közös álláspontra jutni, és itt nyilván fölmerül az, hogy a Fidesz által létrehozott alaptörvénnyel, illetve a sarkalatos törvényekkel kapcsolatban milyen viszony alakítható egyáltalán ki, tehát mondjuk mi történik akkor, hogyha egy kétharmados kormányt egy nem kétharmados vált föl, tehát hogy akkor nem tudja ezeket megváltoztatni, akkor hogyan él ezekkel együtt. Másfelől hogy milyen keretes szerkezetben legyünk, hogy a társadalomról is gondolnak-e valamit ezek az ellenzéki pártok. A politológus szerint a magyar társadalom azt várja, hogy esély kínálkozzon a stabilitásra. E stabilitás feltételeinek megteremtésén kellene legtöbbet gondolkozni, tette hozzá Lakner Zoltán. A ló és a lovaglás szeretete hozta össze azt a néhány embert, akik 20 évvel ezelőtt elhatározták, hogy megismertetik, bemutatják a Pápai 7-es Honvéd Huszárezred történetét. A kis csoportból később egyesület lett, olyan szervezet, amely ma már kiemelkedő szerepet tölt be a katonai hagyományőrzés terén városi szinten is. A Pápai Huszár Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Eleinte csak néhány lelkes hagyományőrző kívánta életre kelteni a lovas és huszár hagyományokat, mára pedig már közel 300-an vannak olyanok, akik hosszabb vagy rövidebb ideig valamilyen módon kapcsolódtak az egyesülethez. 20 évvel ezelőtt leültünk nálunk egy szobába, egész pontosan 3-an, aztán ez 4-re bővült, és gondoltuk, hogy csinálunk egy huszár egyesületet, ami akkor kuriózum volt, illetve nem kuriózum, újdonság és egy új gondolat. Azt gondoltuk, hogy felülünk a lóra, csináltatunk egy egyenruhát, és akkor a Pápai 7-es huszárezred történetét megismertetjük a környéken. Aztán úgy szép lassan, folyamatosan az élet adta az új és új ötleteket. Összül csináltunk egy huszártábort, ebből a huszártáborból lett a lovasiskolában egy történelmi játékok előzménye, egy történelmi hadijáték, aztán ebből lett egy városi rendezvény, egy történelmi nap, pápai történelmi napok. Így szépen lassan állt össze tulajdonképpen a Huszár Egyesület. Az első huszár tábor, ami Döbröntén volt, majd Atyapusztán volt,
Itt a tábortűznél nótázgatva Drabant Andis barátom kitalálta, hogy valamikor mi együtt muzsikáltunk, akkor hozzuk ki a hegedűt. Akkor Bedők Janit 5 perc alatt megtanítottuk bőgözni, akkor már kész volt a zenekar, és ma már egy 8-10-12 fős profi zenekar, ami nem mi vagyunk, hanem a fiatalok, akik közben felnőttek, és ennek nagyon örülök, hogy talán ötletet kaptak tőlünk, és most kiválóan játsszák azt a népzenét, amit mi szeretnénk így játszani, de hát mi már ezt nem fogjuk tudni így csinálni. A Pápai Hősök napján megrendezendő ünnepségen baráti találkozóra várnak minden olyan személyt, akik az eltelt 20 év alatt lazább vagy szorosabb kötelékben részt vettek az Egyesület életében. Hát igen, 20 éves lett a Huszár Egyesület, és ezzel együtt az én bajuszom is megfehéredett, és bizony nem kevés a 20 év egy ember életében sem, azt gondolom, és egy egyesület életében meg végképp. Úgy értékeljük, itt a vezetőséggel beszélgetve, hogy az az egyesület, ami 20 évig fennáll és 20 évig működik, ez valószínűleg valamilyen igényt elégít ki. Talán mondhatjuk, hogy a Pápai Huszár Egyesületre van igény, akár a tagság, akár a környezet részéről. Szeretnénk ezt a 20 éves évfordulót megünnepelni, és meghívni azokat a tagjainkat, akik az elmúlt 20 évben valamilyen szinten megfordultak az Egyesületbe. Ez több mint 300 fő. Ez viszonylag nagy számnak tűnik. Ezeket a tagjainkat, vagy volt tagjainkat is szeretnénk meghívni azokat a barátainkat, akik évek óta a pápai huszártáborokon részt vettek, közös programokat szerveztünk, és szeretnénk megjeleníteni képben, emlékekben, egyebekben azt a 20 évet, ami itt az elmúlt évben eltelt. A ma már több mint 50 pártoló és rendes tagot számláló egyesület mozgalmas évet tudhat maga mögött. Összesen 43 programon képviselték a katonai hagyományőrzést, számos megemlékezésen, rendezvényen vettek részt, egyhetes, gyalogos és lovas alaki kiképzést szerveztek. Jelentős volt tavaly a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázaton történő sikeres szereplés, hiszen a Hadtörténeti Intézet együttműködésével 5 mesterember munkája nyomán 6 új egyenruhával gazdagodott a Huszár Egyesület. Én úgy gondolom, hogy ez ritka volt, mert az elmúlt 20 évben ilyen nem történt, és lehet, hogy nem is fog történni. Sikerült ezen a pályázaton eredményesen szerepelni, így 6 darab egyenruha valóban elkészült, mégpedig a 7. Honvéd Huszárezrednek az egyenruhájából. Ugye 19 évvel ezelőtt készítettük a rajtam is látható egyenruhát. Sajnos abban az időben sok minden még nem tisztázódott, így többek között a színhelyessége az egyenruhának, a megfelelő minőségű zsinórzat, és hát nem utolsó sorban maguk a szabók sem voltak tisztában, hisz egy rég letűnt világnak az egyenruháit kellett rekonstruálni. A most elkészült egyenruhák azonban már pontos másai a hetesekének. Az egyenruhák elkészítését komoly kutatómunka előzte meg. A Hadtörténeti Intézettel kellett a kapcsolatot felvenni, kijelöltek összekötőtisztet, aki ebben specialista volt. Így a többszöri megkeresésre, egyeztetésre, eredeti egyenruháknak a lefényképezésére, lerajzolására, megnézésére, aztán a szabóval kellett egyeztetni, aki szerencsére nyitott volt, hisz érdekelte ez az egyenruhatípus is, és hát mind ez együtt, tehát a mi szándékunk, a Honvédelmi Minisztérium pályázata, a Hadtörténeti Intézet segítsége, és a megvalósítók, itt azért el kell mondani, hogy 5 mesterember is dolgozott az egyenruhákon, hiszen külön készült a csákónak az alapja, ehhez külön készült a zsinórzat, amit egy budapesti passzományos készített, külön készült a csákó rózsa, illetve a cimer, illetve hát a lószörforgó, és hát maga a szabó készítette el a nadrágokat, illetve a mentét és az Attillát. Ehhez még hozzájött egy csizma, amit hát egy csizmadia készített, úgyhogy mindezek a mesteremberek úgy gondolom jó munkát végeztek, és hát egy kis kihívás is volt mindenkinek. Nagy
előrelépés tulajdonképpen, nem csak azért, mert végre egy teljesen autentikus, a 7-es Honvéd huszárezrednek az egyenruháját viselhetik közülünk hatan, hanem azért is, mert hiszen a régi egyenruháink azok megkoptak, megfakultak, a zsinórzat kikopott, kifeslett, és hát reméljük, hogy ez csak a kezdet, és hát közel 20 év után tudjuk pótolni ezeket az elkopott egyenruháinkat. A hagyományápolásban élen járó egyesület a 20 éves évforduló kapcsán szervezett ünnepségen már minden apró részletében hűen tükrözheti egy letűnt kor hőseinek a magyar királyi 7. Honvéd huszárezred hagyományait. Kicsinek bizonyult az evangélikus gyülekezeti terem a Gyurács Ferenc gondolkodó kör februári ülésén. Olyan sokan voltak kíváncsiak dr. Veres Gábor kardiológus professzor, a Balatonfüredi Szívkórház igazgató főorvosának előadására. A hallgatóság soraiban több orvos és a professzor sok betege is ott ült. Pápai diák volt dr. Veres Gábor, sőt az egyetem után is itt kezdett fiatal orvosként a pápai kórház belgyógyászati osztályán. Mikor leszakvizsgáztam, ugye belgyógyászati osztályon dolgoztam, kitűnő kollégákkal, és örömmel látom, hogy Illek Zsuzsa doktornő megérkezett, együtt dolgoztunk, majdnem egy időbe kezdtünk. Mauks Gyula bácsi volt az osztályvezető főorvosunk, akit nagyon szerettünk. Akkor én úgy határoztam, hogy szeretnék tovább képződni, szakvizsgát tenni kardiológiából is, nem csak belgyógyászatból, és fölkerültem a MÁV kórházba. Nem volt könnyű abban az időben Pestre fölkerülni, de nagy akarat volt bennem a tudományos munka irányába is, és így kerültem föl a MÁV kórházba. Onnan az Országos Kardiológia Intézetbe kerültem aspirantúrára, onnan elkerültem Chicagóba egy fél évre, és mikor hazajöttem, akkor visszahívtak ide a Dunántúlra, méghozzá a Böszörményi professzor Balatonfüredről meghívott a Füredi Szívkórházba. Ez 79-ben történt. Miért épp a kardiológia? Hát, hogy őszinte legyek, a kardiológiát az itteni orvosok, orvos elődeim, Mauks Gyula főorvos nevét említettem, és itt dolgozott Vizer Gyula is, kitűnő belgyógyászok voltak, de az EKG-t is nagyon tudták, és az EKG engem nagyon érdekelt már akkor. Különböző ingerületvezetési zavarok, különböző ritmuszavarok, és tulajdonképpen a tudományos tevékenységemet is ezen a területen végeztem, és innen már csak egy lépés volt, hogy a kardiológiának is az egyéb rejtelmeit is megismerjem. A Balatonparti Kórház most a Veszprém megyei sürgősségi kardiológiai centrum. A Füredi Szívkórháznak most két fontos tevékenysége van. Az egyik országos tevékenysége a kardiológiai rehabilitáció, ami azt jelenti, hogy szívinfarktus után, szívműtétek után jönnek egy 3 hetes rehabilitációs kurzusra. De a másik nagy fejlesztés a Füredi Szívkórházban, bevezettük az invazív kardiológiai eljárásokat, pacemaker beültetéseket, katéterterápiát, úgyhogy nagyon sok beteg szívinfarktussal egyből a mentővel az Balatonfüredi Állami Szívkórházba jön. Az utóbbi 10-15 évben Magyarországon is elterjedt a szívkatéterezés, mondta a professzor, mely jelentős eredményeket hozott a gyógyításban. Azt lehet mondani, hogy korábban a szívinfarktus kezelésében nagyon fontos volt az azonnali trombolízés, tehát a véralvadás, vérrögoldó terápia. De az utóbbi 10-15 évben szerencsére Magyarországon is elterjedt a katéteres terápia, és szívkatéterezéssel azonnal meg lehet nyitni az elzáródott koronária eret, azonnal megjavul a véráramlás, és egy dilatáció után, egy tágítás után, a koszorúér kitágítása után stentbeültetést végzünk, és ez nagy mértékben javította az infarktusban szenvedő betegek életkilátásait. Korábban az infarktussal kapcsolatos halálozás közel 20%-os volt a megyében, hogy ezt az új eljárást bevezettük mi is a megyében, ami hiány volt. Az elmúlt 5 évben a mortalitás, a szíveredetű halálozás jelentősen csökkent 5% alá. Úgyhogy ez egy óriási eredmény.
ezt mondanom is kell, hogy ha akinek infarktusa van, nagy mellkasi fájdalma, nagy szorítással, verejtékezéssel, akkor dönt jól a házi orvos, hogyha látja a beteget, vagy akár a család is, azonnal mentőt hív, és a beteg minél előbb kerüljön egy hemodinamikai centrumba, ami most itt a megyében Balatonfüreden van, hogy ez a beavatkozás megtörténhessen. Esetleg megelőzésként mik a tanácsai, mit tehetünk a szívünkért? Hát nagyon sokat, mert sajnos a magyar lakosság is, azt kell mondjam, hogy elég rosszul élünk. Sajnos nagyon sokan dohányoznak a fiatalok között is, ez egy igen nagy baj, és a táplálkozásunkkal is nagy baj van. Mi magyarok szeretünk túl zsírosan étkezni, nagyon sok túlsúlyos beteget látunk, tehát a mozgásterápiának, a diétának, a pszichológiai problémáknak a kezelése rendkívül fontos. Ezen kívül, akinek olyan betegségei vannak, amik hajlamosítanak a koszorúér betegség kialakulására, mint a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a vér zsírosodása, ezeket adekvát módon kezelni kell. Dr. Veres Gábor előadásában nem csupán szigorúan vett szakmai kérdésekkel foglalkozott, kitért olyan érdekességekre is, mint például a hindu költő Tagore gyógyítása, aki a balatonfüredi kórházat a szívbetegek mekkájának nevezte. Kiderült, hogy a költőt ekkor még modern gyógyszerek híján valószínűleg a füredi klíma, a nyugalom gyógyította meg, mondta dr. Veres Gábor.